Hadi, hadi, üdvözlök mindenkit! Nem sokára kezdek, már itt vagyok. Elérhető kint a szerveren. Megpróbálkozunk egy újabb autókerrel, nem tudom mennyire lesz, vagy nem lesz sikeres a dolog. Meglátjuk. Mindjárt fogtok kapni képet. Meg fogom osztani még a videót, és utána bele vetődünk a sűrűjébe. Kis. És már 71-en itt vagyunk, srácok. Nem sokára fog sorsolni a játékot. Nem semmi azért. 71 feliratkozó, nem is gondoltam, hogy ilyen hamar meg lesz. Na, akkor ugye megosztjuk MTA-sok csoportjába. Beéleszt. Jó. Küldés. Közben ránézek a live-ra. Jó, minden oké. Hűha. Mi a Dreamcar-ban? Jó, reméljük, hogy jó lesz. Ez most egy ilyen kis korai live. Ahogy időm van, most az időm engedi, van is kedvem egy kicsit hozzá. Bár fáradt vagyok, mert most végeztem nemrég melóban. Úgyhogy most hát nem emlék, csak reggel, de az pont elég. Jó, hangomat lehet hallani. Oké, és akkor csetet figyelem a telefonról. És akkor adok nektek képet, mit szóltak hozzá. Akkor ötös vagyunk. Na, szóval még egyszer, akkor szeretettel köszöntök mindenkit. Egy újabb Sea Live, hopp, a legfontosabb helyen nem osztottam meg, ezt mindjárt még pótolom. Papest Channel. Hát ha. Na, sikerül elnyomkodnom. És akkor beilleszt tovább közzététel. Jó, akkor ez megvan, megyek vissza YouTube-ra a telefonon, hogy lássam, hogyha itt vagytok. Jó. Elméletileg most már látom a csetet. Na, és akkor elkezdem lassan hirdetni. Tehát akkor... Hopp, ez így viszont nem lesz jó. Ezt az audio beállításokba eszközölni kell az MT hangerőt, mert nem szeretném, hogy a zene cóp is legyen. Eladóak. Beach. Egy kis bóró mellett. Rossz kár. Csizmarik Ákosnak köszönöm szépen a jóváhagyást, ha esetleg itt van.
Még egyszer köszönöm Csizmadik Ákosnak. Szia, ti élményképeken jóvá hagyta a live-ot, hogy megosztottam. Azt mondja, autók eladóak, Verona Bícsi kismóló mellett, rossz kár, önre vár. Önre vár. Itt egy rövid kis cím, szerintem az hirdetésben elég. És akkor várjuk a célközönséget. Hát ha jönnek is, vesznek autót, avagy nem. Tudom, azt itt is hagyom szerintem, nem kell ezzel alibálni. Nem lesz itt balhé, meg semmi egyéb. Egy néző, ha, szevasz Juri! Sikeresen kinyitottam az ingatlan ajtaját, hát ennek nagyon örülök. Na mindegy, jó helyen van az úgy. Úgyse tud senki se belenézni. Hogy állunk kaja ügyileg? Van egy 40%-os hotdog, én ezt még megmerem enni, mit szóltak? Hú, úgy megy le az életem, ahogy eszem azt a vackot. Úgyhogy ezt most ki is hagytam. Ne kell azt majd menni, hogy gyógyszerje, vagy majd nem tudom, hogy... Gyere Juli, gyere. Pont jó, mert úgyis el kéne menni gyógyszerért, kajáért, stb. Ha feljöttél, leícézzük. Van egy pár darab eladó autónk, egész jól tuningoltak. Azt hiszem, mind Venomos. Nem akarok butaságot mondani, de mindegyik. Nem, a zöld Audi egyedül nem. Ő, hogyha minden igaz, a kis Audi, IL, mindjárt megmondom nektek, az azt hiszem, hogy csak két versenyes. De most van három darab Audi is. 80-as. IEL, így van, ő két versenyes, ő a legolcsóbb autónk. Van egy koronetünk, ugye? Van egy másik Audi-nk, ami két Venom, hat versenyes. Van egy fullos, full Venomos BMW-nk. A 750-es. Akkor van egy BMW F10-ünk, ami hat Venom. Akkor mi van még, ami nekünk eladó? A Ford, igen, az 3 Venom, 3 verseny. A Bark az 6 Venom. A Beetle 6 Venom, ez fullos, ez nagyon jó kis autó. És a Coronet, ami 1 Venom, 5 versenyes. Tehát még a Coronetben is van egy Venom, egy Turbo Venom. Na. Úgyhogy... Meglátjuk, hogy... Oké, és rendi, csak csináld meg nyugodtan a papírt. Meg minden. Idő, mint a tenger. Én közben hirdetek. Kérdettük az okosságot, meg is állt egy úriember.
És akkor megint autót veszünk, gyerekek? Hát ez úgy látom, hogy... Az úgy látom, hogy ez egy ilyen live ismételten. Vettünk egy A8-at. Megnézzük természetesen, hogy az Audi-ban maradt-e valami. Hát nem. Jó, akkor... Úgy szép az Audi. Jurinak beállunk a garázsához. Jó, és akkor ez itt marad. Az A8, egy, két, három, négy verseny. Nézelődők vannak. Fakke kop. Az 26 verseny. És akkor neki meg kéne lesnem a zárát. Ugye van valahol szerződésem, fakke kop.
Úgyhogy közben megjött Juli is. Beálltam a garázs elé csontkeresztbe az Audival. Gyerekek, megtört a jég, eladtunk egy autót. Na, Sweet 2. Ford Escort 104.480. Eladás. Sweet 2. 1-es, 10-es, 100-es, 1000-es, 10.000-es, 100.000-es. Eladás. Jó. És akkor ugye ez a 104. Na, ez az, legalább az első autó elment. 170 ezer, tehát azért kerestünk rajta egy picit. Ha nem is sokat. Igen. Azaz.
Nézd, megtört a jég, elment az első autó, ez az mai nap. Az Audit le is parkolom. Szerintem. Így van, szépséget beállítjuk ide. És akkor már most a Julinak is megvan a parkolóhelye. Úgyhogy mehet tovább az adásvétel. Annyi, hogy én gyorsan nyitok egy fórumot. CG.com, mert könnyebb nekem ellenőrizni ott a, ha esetleg valaminek nem vagyok biztos az árában, vagy hogyha azt mondják, hogy nagyon drágán adom is, akkor sokkal olcsóbb, mint például a Barkasznál szokott az lenni, hogy jaj, hiba, a Matrixbe nem tudtam bejelentkezni most. Barkasznál szokott az lenni, hogy biztos, hogy azt mondják, hogy drága. Ez lehetetlen, nagyon drága, stb. De nem tudok bejelentkezni, ez hihetetlen. Na, csak be tudtam jelentkezni, ez nagy nehezen. Jó, hirdető részlet. És biztos, hogy van fent Barkasz, mert láttam. És annak most ki is fogom keresni az árát. Maverick, igen, fullos. Golf, Dodge Ram, Honda. Chevrolet, igen, Nissan X-et, Skyline, igen. Bocsi srácok, de ezt muszáj vagyok megkeresni. Nissan GTR, Skyline, 200, Audi. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyi az ára. Mert nem tudom hova besorolni, de annyira régóta megvan. És 900 ezerre mondtam a Barkaszt, de magamat se akarom átvenni, meg más se. Úgyhogy amúgy az autó 60-os, bodykittes, matricás, dudás, rendszámos, LSD ajtós, nagyon jól felszerelt kis gépezet. Igen. Zárható, lehet, hogy el kellett az összes listes, el kellett zárható. Sanchez P1, S1000, Impreza, el kellett zárható, Bukke megen, P1, vontató, Sirocco. Közben kellett, három Barkasz, na itt van a három Barkasz. Tudtam, hogy igen. Jó lenne tudni, hogy mennyiért kelt el. Még nincsen ár. Na. Jó, így keresem. Lerer, Jeep, igen, Sanchez, R8, biztos, hogy még volt, Audi, Bogár, Skyline, mondjuk a Bogár, Borája. Bogár, nem Bo, olvasni sem tudok. Igen, Chiron, Skyline, nem mert Lada. Kombi. Félig tudom indulni, Nissan Impala. Nem találom, gyerekek, a Barkaszt.
Egy tuti, biztos, hogy nem fogom olcsón adni, tehát én ezt az árat gondoltam ki. Úgyhogy szerintem ez marad az ára. Úgyhogy... Közben figyeljünk az IC-re. Egyelőre nincs kapacitásunk. €850 000 kelt el, ha jól olvastam. Na, úgyhogy sikerélmény, eladtam a Fordot. Na, hirdessünk akkor egyet, gyorsba. Megint megkérdettük, hogy autók eladóak arra a bicsi kis móló mellett. Aztán nem tudom, hogy Gyuri miért az út közepén afkol. Azt se bírom. Az baj, nem tudom, ugye mivel bincselem meg. Nincs megbilincselve a kiválasztott játékot. Pedig rendebb cígöltem volna. Átad, ja, Gyurinak. Gyurinak. Tépel. Baj. Lesz a 2500. Na és abból tud hozni egy kis kaját, egy kis piát. Meg gyógyszert, remélem. Ne felejtsd el a gyógyszert. Nem tudom, nézed-e a streamet. Benji! Benji amúgy itt van, de mégse. Tehát mindjárt megkérdezzük, hogy Taper PM. Egy. Rájöttem Benji-re, hát ha van kedve jönni egy kicsit a live-ba.
Hogy nézzük csak meg, ki is kéne dobni a papírját a Fordnak, amúgy, ha már sikerült túladni rajta. Azt mondja, hogy pici haszon lett rajta. Nem tudom, hogy mi volt a rendszáma. Igen, itt van a baj. DMG. Jó, hát az már rég nincs meg. Nézzük, papi. Tiszteletem. Lemaradsz a live-ról. Mi live van? Aha. Jelen pillanatban is megy. Ó, akkor szia. De mi vagyunk csak itt szerintem. Mert most nem néztem, hogy hányan vagyunk. Kérlek szépen, a Fordot megvettem 100 000-ért. És eladtam 170-ért. Na. Az Escortot. Tehát ez már volt egy jó üzlet. Tiszteltem. Hello. Úgyhogy csak mondom, kidobálom az adásvételiket, mert az már nem kell. Amit vettem, meg eladtam. És akkor megint vettem egy Audit. Miért ne? Mit tud? Kérlek szépen, az 4 versenyes, azt hiszem. De mindjárt megmondom neked egész pontosan. Audi A8, igen, 4 versenyes, Airride-es. Jaj, de nincs rajta buddy. Nincs, csak sima A8. Hát szerintem így egy olyan 110 körül ér. Mennyibe vettem? 80-ért. Az gondolom. Kicsi haszon. Gyuri miért nem? Gyuri, ő csak este van TS-en, általában. Na, akkor gyorsan jót eszünk, meg jót iszunk. Eszünk egy kis sült krumplót. Tetszik az idén. Aha, néztem. Már írtam neked egyébként, amikor mielőtt elkezdtem a live-ot. Csak gondolom, ügyön voltál, vagy dolgod volt. Lehetséges. Pedig tisztelettudóan ráköszöntem, hogy csőszaros. Igen. Nem, szíjával köszöntem. Tudod, hogy nem vagyok olyan. Meg egy mit akarok? Megnézted az unboxing videót, amit kirettem? A rövidre gondolsz, vagy a hosszúra? A 15 perces. Nem, mert? Szar? Nézd meg. Tényleg szar benne valami? Nem néztem. Nézd meg. Most az elejét, azt ajánlom figyelmedbe. Az első jó pár percet. Na, mindjárt megnézem. Ahol megkéred a éppen kint veszekvő embereket, hogy legyenek szívesek egy 10-15 percet csendben maradni. Ja, azt láttam, hogy elindult a live. És ismételtem hát magától. De az... van, majd matadtál valami ízébe is. Valami... fiókba, meg úgy minden. A fél arcod benne sincs. De nem is azt akartam, hogy az arcom látszódjon, hanem tudod, hanem az, ami... Jó, de... Jó van az. Jót nevettem. Nem akar... De jó. Tudod, én meg pont azon az elven vagyok, ezzel kapcsolatban, hogy nem szeretem megvágni a videót. Mert most annak mi értelme van? Hogyha van baki, hát akkor lássák. Legalábbis nem tudom, de ezzel én így vagyok. Ez is egy nézőpont. De úgy azt vágod, hogy az a live az háromszor indult el? És úgy, hogy mind a háromszor automatikusan magától nem én indítottam? És nem volt időzítő berakva. Tehát az is szép volt. Jó, mivel veszed el? OBS-sel? OBS-sel, aha.
És három gombos gyors gombra van beállítva, tehát még csak az sincs, hogy visszahallom magam. És magamtól. Nálam? Visszahallom magamtól. Az jó. Na, most már jó. Szóval nagyon, nagyon bekavart nekem ott az OBS valamit, és nem tudom, hogy miért indult el folyamatosan. Hopp! Álljatok csak meg, vegyetek autót! Hopp, 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 oda néz, oda néz, hogy jön vissza. Kicsatolja, becsatolja, becsatolja, kicsatolja. Kérdeztem. Flagma. Most én is vágjam közben, hogy kérdeztem. Szóval ez egy kisebb autókereskedés, ugye? Igen. Meg fognak baszni. Mert? De milyen jogon basz meg? Most mondd meg egy szintén. Kérdezd rá, hogy milyen probléma. Hopp, itt egy ötös admin is. Én is itt vagyok. Eddig is itt voltam. Jézus, mi ez a forgalom itt hirtelen? Hát itt vannak a rendőrök, akkor... Itt neki, de ha néha kifektem. Most álltam kivel. Mi? Ma vételezik. De múltkor te segítettél visszaparkolni velük, nem?
Hát igen, de attól még ugye, amikor live-olsz, akkor kint vannak. Tehát attól függetlenül. Na most mondtál, mit keres itt? Itt mindig is vannak, tehát ők velük ne foglalkozzak, szinte velem vannak. Az mindegy, hogy mit keresik. Még én itt vagyok, addig ne fogsak. Ha nem, azért mondom, hogy üdv a live-ban mindenkinek, tudod? Jönnek az emberek. Az előbb betanításon voltam, Montanával, ott dekkoltunk egy autón fönt. Ha PM van, akkor úgy is megy. Az nincsen probléma. Még a taxis is megállott. Vagy nem is taxis, nem tudom, hogy mi ez. Ezt be kell jelenteni egyébként? Hát, hogyha így működtetett, hogy ugye izéként, ugye, hogy jöjjenek, és nem egyesével hirdeted az autókat, akkor hát előfordulhat, hogy igen. Gyilkos. Megbüntette? Nem. Azt mondta, hogy ne hirdessem úgy, hogy autókereskedés. Akkor szerinted mi legyen? Akkor függesszük fel ezt az autókereskedés történetet? Hát... Vagy mit javasolsz? Hogy csináljuk? Vagy keressek navost? Vagy álljak be a garázsba, azt akkor garázsvására is az autóimat adnám el. És nem írom bele, hogy autókereskedés, csak autók eladók ezen a címen. Akár az nem lehet rossz. Mert most mire érted, egyesével meghirdetem azt a 2, 4, 6, 8 autót. Nem tudom, hogy volna a célszerűbb. Nem tudom. De egyébként itt kajak, miért nem próbálsz meg egy típusú autót eladni? Csináljuk. Miért nem hirdeted, hogy BMW F10 eladó? És akkor ahogy akarod, olyan sorrendben megpróbálod eladni őket. Mind próbáljuk egyesé. Oké, megcsinálhatjuk. Ha például, mit tudom én, x ideig nem kapsz az F10-re se ajánlatot, semmi olyan normálisat, akkor átugrasz egy másik autóra. Jó, oké, akkor úgy lesz, akkor beállogatok, és akkor... Akkor lehet, hogy célszerűbben elmennek, meg lehet, hogy gyorsabban is elmennek, mint hogy ugye el kell ide jönni. Tehát, hogyha valakit mondjuk egy 750 érdekel, akkor az konkrétan egy 750-et akar venni, és fog venni. Jogos, jogos. És akkor nem az van, hogy jönnek, és akkor vedd meg, és csak veszel, hanem így megpróbálod, és gyorsabban kipörgeted magadtól. Gondolom, hogyha egy autónak a hirdetése nagyon beragad, nem jön rá semmi, vagy nem arra megy, amerre te szeretnél, akkor ugrasz egy autót. A másodikra, amit a legjobban el szeretnél adni. Ha az se, akkor ugrasz a harmadikra, és így mész körbe. Jó, és akkor így nem autókereskedés gyanús, csak eladom az autót, amit meguntam. Ja, megfogod, ezt eladod az autót, úgy, ahogy van. Hogyha eladtál egy autót, akkor ugrasz a következőre. Akkor hirdetgeted azt. Ha beragad, akkor meg másikra ugrasz. Néha, mit tudom én, ilyen garázsvásár tarthatsz. Ha akarsz.
Csak ne hozd ki az autókat, ne állják ki vele, és ne autókereskedésként hirdesd. Uh-huh. Nem úgy hirdesd, hogy izé, autós garázsvásár itt és itt. Az csak. Jó, oké. Okay. Itt egy-két autót kihozol, raksz ki hifit, és akkor jönnek az emberek. Kéne egy izé, egy bandást szerezni egyébként, azt kellene. Egy bandást szerezni, a bandást meg felfújnál neked a izére, adunk neki dellát. Ja, fizetni is akkor, hogy ide felgrafitizni az aszfaltra? Kéti felfújja, hogy izé, papesz, izé, garázs, vagy mit tudom én. Papi garázs, vagy valami ilyen. Persze, érte. Egy olyan embert, aki tud normálisan felfújni. Ha felfújta, akkor utána már jön. Kint hagyom a zöld 80-ast, és akkor azzal kezdem, szerintem. Az olcsó kategóriás autót szerintem hamar meg fogják venni. Ja, az ilyeneket. És akkor, hogyha úgy van, akkor van rajta nyerességed is, meg gyorsabban elmegy, és nem az van, hogy hozzák, hogy vegyél. Mennyit azt érte, amúgy most folyamatosan az ment, hogy csak hiába, már nem is hirdettem azt, hogy érted, hogy veszek, és mégis az volt, hogy vegyek. Itt egy gyerek eladó autó. Milyen autót keres? Nem tudom, honnan tudja, majd mindjárt megkérdezem tőle. Ja, jó van. De elmegy. Juri, kapd el, Juri. Mit tett egyet a levegőbe, Juri? Juri, kapd el a palit. Ne engedd el, adjál el neki valamit. Elmegy. Papa. Az AKK-val is csak az a baj, hogy basszus, hát egy autót oda kihordani. Érted, oda kivész egyel, az csókra. Max kettővel tudunk kimenni. Hát el lehet így. Jesus Christ! Mi történik éppen? Hol? De összebugoltak. Ügyre jöttem. Melyik az? 16-67. Amúgy egyszer, nem tudom, olyan videót én még nem láttam, de lehet, hogy van, tehát csak én nem tudok róla. Egyszer viszont csinálnék egy olyan videót, hogy egy admin napja. Ja, most izé, más is akar egyébként. Mert az full, az nagyon durva, amennyit szaladgálnotok kell, a sok, tehát különböző emberrel foglalkozni, különböző problémával. Hát de az egy délutánél. De egy esténél azért az baszó. Hát most például én tegnap reggel 7-től egészen este 9:30-ig toltam. Az szép. Úgy, hogy annyira mentem el, hogy lefüröttem. És este, vagy reggel 9-től este 9:30-ig, ameddig el nem mentem, egészen egyes idével. Na most tudni illik, hogy az egyes idő, az egyenlő a szopással. Hát persze, hát az... Mert megnyomod a tabot, ott vagyok az elején, egyből nekem fog írni. Ha úgy van. Na most tegnap így toltam végig 12 órát. Az nem semmi. És most is az egyes az itt. Ja, direkt beloptam magamnak. Most például jön egy PM, csumi, ide jövök. Micsoda, ide jövök déli benzinkútra, erre egy nő betöri az ablakom. Lássuk. Ez így jó ez a hirdetés, nem? Hogy Audi 80 adó két verseny alufelni. Nagyon. De 80 ezer után tegyél dollár jelet, vagy jövő, vagy dollár. Ja, nem, Audi 80, tehát az a márkája. Ja, felejtjük, bocs. Közben nézem a papírját, mert azt sem tudom, hogy mennyire vettem.
Közben csörögtek is, hívtak is telefonon. Így van, két verseny, 15 ezer dollárért. Szevasz Gambi, üdv a streamen. Ja, Gambi. Na, már van is egy érdeklődő a 80-asra. Jöcsém, ezek aztán tudják forgatni az autócsöket. Kikötő mellett a klubban, az a határ mellett van, nem? Ott, jó. Nem tudunk semmit se, Gambi. Folytatjuk ezt az autós adok-veszeket. Annyi, hogy egyesével hirdetjük meg az autókat, így próbálom meg őket eladogatni. Aztán megint itt van velem Yuri is, meg Benji is. Ja, én is itt vagyok, csak közben. Déli benzinkúton Per megpróbálla bekönyökölni egy ablakot. Kocsi ablakot. A másik meg ráver a kocsira és leautózza. A Lada meg mindjárt felbugol itt mellettünk és megüdösen. És akkor megpróbáljuk eladni most az Audit is. Jöjjön, lenne egy autó, remélem tetszik majd. Ennyit mondott. A te autód ért semmiben? Nem tudom, és elhozott egy Peugeot 406-oshoz. Zöld ne van, piros izzó. Közben Yuri csapatja a BMW-nek, majd leparkol. Szevasz Benjike! Szia, üdv a streamen!
Négy alapos Peugeot. Van benne neon izzó, meg spoiler, meg felni. Mennyit érhet? 5000-et? 6-ot? Nagyon nem vágom a Peugeotnak az árát. Bocsi srácok, hogy itt csendben vagyok, csak próbálom összeszedni a gondolataimat, fáradtan. Na, azt mondja, hogy számoljam be a Peugeot-ját az Audi-ba. Mondtam neki egy ajánlatot, hát kíváncsi vagyok, hogy mit mond. Ez hülye ez a gyerek, hallod? Mit akar ezzel a Peugeot-val?
Semmi, már azt mondtam neki, hogy legyen akkor 15 meg a Peugeot az Audi-ért. Csak már egy kicsit azt hiszi magáról, hogy az a, az autó 100 milliókat ér, az Audi meg semmit. Azt inkább ott hagytam. Ott hagytam a srácot, egy kicsit lefárasztott. És akkor meghirdetem még egyszer. Na, csak már megint nem tudom, hogy mit tud ez az autó. 80-as, mi ez? Az két versenys. Most is itt vagyunk öten, azért ez nem semmi. Köszönöm szépen, srácok! Fullos autó kell neki 300 000-ig, hallod? Van nekem valami fullos autóm 300 000-ig? Van. Felhívom. Gömbi kérdezébe jöhet? Jöjjön nyugodtan, persze. User was moved to your channel. Szia! Á, Gömbi. Na, csak ide találsz erre a TS-re. Mikor húztatok be? Konkrétan most. Ja? Le volt alkítva teljesen a hangba, sziasztok. Ali, Ali. Koronet érdekli a... az illetőt. Ki kell keresni a listával, fogalmam sincs, hogy hol van. Egy Venom, öt verseny.
Na, megnézik a koronetet. Hát ha, el kell. Na, megnézik a koronetet, hát ha fogja érdekelni a srácot. Pillanat, mindjárt jövök. Oké, és... Figyelj, ezek voltak a közepetik. Izé, bebaszták, megpróbálod az izéket. Ezekkel volt az előtt, igen. Összetörte a két ajtót. Vezetni azt nem nagyon tud a forma. Mondtad neki, hogy fizeti a műtőt? Nem. A ladabban tekült, miért? Igen, észrevettem, hát már kicsit kómás vagyok.
Tehát ez mondta, hogy gyorsabban ne levegőd így az autókat. Jobban jársz. Mondom, papi, én most elbúcsúzom, mert a másik teljesen őrültek háza van. Oké, rendben. Tombolnak a szobába az emberek, úgyhogy nyakomba szemünk. Na, majd írjál, hogyha még tolod. Na, pacsi! Szia! Szia, köszi, hogy itt voltál! Csak Juri nincsen sehol, én meg itt maradtam a délin. Na akkor keressünk egy taxit. Na, el van, azt hiszem el van mentve. Ah, ja, jó. Reméljük, hogy lesz is taxi. Na, itt és vagyok. Oké, és közben Benji áll. 64 van Benji. Ah, átment a másik TS-re, mert káosz van, azt mondja. Ja, a szobájába vagy? Hát, gondolom, nem tudom. Ja. Bent vannak még egy páran ott. Ó, rengetegen. Mondta, hogy káosz van, úgyhogy. Én nekem meg sikerült eladni ma a második autót, úgyhogy ez egész jó. Jól indul. Gratulál. Van még vagy 8, amit el kéne. Live után így belehallgattam a live-ba. Olyan nokó hangom van, nem tudom, hogy így te is azt hallod, vagy csak live-ba van. Nem, egyébként itt nincs. Live-ba olyan nokedli hangom van. Na, fent vagyok én is. Közben hívtam egy taxit. Nyolc hónapig voltam taxis. Az igen. Líder alatt voltam több mint 3 hónapig. Nem lettem líder. Akkor lemegyük a taxit, éppen lemondás, igaz? Nem, felhívod megint. Oké. Okay. Majd ott leírja, hogy már hívtál taxit, szeretnéd lemondani. Jó, akkor ugye újra felhívom őket. Oké, lemondtuk a taxit, ne fáradjon feleslegesen. Nem elfogadták? Nem fogadták még el. Csak tudod, kiírta, hogy sikeresen hívtál taxit. Ja, akkor nem fogadták meg el. Még már munkaidő van neki. Szóval ilyenkor kötelező neki. Ja, van valami káosz, senki ott. Melyik kocsit adtad el, a 80-asat? Nem, a Coronet-et adtam el, meg a Fordot, az Escortot. Ja. Ez a kettő ment el most. Benji megint egyes ide. A Coronet-en kerestem 15 ezeret. A Fordon meg 70 ezeret. Az az nagyon. Úgyhogy... Hát tudod, nem minden autóval lehet egyformán.
Jó, csak kéne keresni sok pénzt. Próbálkozunk, most hirdetgetem a kocsikat, utána majd veszek valamit, nem tudom még. BMS-ben meg egész túl 24-ben a héten most. Ima ár le, vagy van. Van, nincs duplár most egy hétig. Az jó. Hát nekem nem. Kevesebbet keresek. Adok egy hirdetést addig, ó, kaptam egy üzenetet. Na mit hirdetsz? A 380 ezerig autó érdekel. Batmanom két versenyes, bodykittes, 750, 270 ezer. Ez nem rossz. Nekem mondjuk 80-os van eladó, bodykittes, sötét lámpás, rendszámos. Nincsen fent gyerek, aki írta, még tegnap hirdettem. Pedig furcsán hirdettem meg, de itt van. Lakást vennék. Bírtam, amikor kiadtam, amikor még sok pénzem volt, kiadtam hirdetést, hogy 700 ezer vagy 600 ezerig autó érdekel. De te vagy ez? Ez pont én vagyok, aha. Hát tudod, úgy szép, hogy le van. Ja. Így szízve. És kitettem ilyen 600 ezer körül autó érdekel, és hívott egy gyerek, hogy van egy Peugeot. Mondom, értem, és mit tud? Mondja, két alap. Mondom, köszönöm, de inkább nem. Az jó. Ezen viszont bukni fogok, hogyha ennyibe odaadom, de... 80 a most. Aha. 380. Aha. Biztos. Én ezt drágán vettem nagyon. Nem is tudom, hogy hol van az adásvételiért. Mondom, csak egy ásó van a kocsiba. Ne, én nem akarom, hogy te bukjál most azért feleslegesen. Jó, 50 most BMW-n. Legnagyobb 750, ami volt, az 40, 4 verseny volt. Ez 80 most. Van benne fordulóktől kezdve minden airride, amit akarsz. Trafiradar, sötét lámpa, fekete lámpa. Annyi, hogy duda nincsen benne, meg... mi? LSD ajtó. Az nem gond. Ó. De ezt mondjuk leírtam. Egy kis buga.
Ó, szép kis fugát szerelek. Amikor elindul, meg lehet csúsztatni. Tehát yeah. Tudsz vele egy picit driftelni, de utána, amikor betapad, akkor onnantól kezdve meg se csúszik. Nagyon stabil. Hát. Meg nagyon jól gyorsul. Ja. Yeah. Hittem, hogy jobban megismerkedünk. Én mutatok valamit. Tehát azt én nem szereztem, hogy bejöttem. Ja, itt bent kopasz. Hát azt így. Egy pillanat, még megszerem ezt a bugát, kiengedem, és utána megyek. Már csak egy lámpa kell, ami ott van. Ki is lehet menni. Azt mondta? Aha, de ezt szerem. Odaadtam neki a tesztet, hallott, bocs, hogy raboltam az időt, oké. Okay. Megállok itt a vontatók után. Jó, jó, sietek, 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 csak várj, van fett líder. David Elton. Érdekes emberek játszanak azért ezen a szerveren is, de hát máshol még rosszabbak a tapasztalataim, sajnos. Ja. Ó, valami nagyon fasz a kocsit szerelek. Béci. Ó, még egy kocsi ez? Sirocco? Vagy ejtik? Mindig. Tárom. Így is. Megyek, ez bot panás, úgyhogy ezzel gyorsan végzek. Jó, jó, jó. El is engedett, úgyhogy... Kicsit érdekes volt ez a pali, amúgy. Ja, Carlos? Aha. Érdekes, rögtön visszavett az arcával, amikor adtam meg az 5000-est.
Akkor közben itt írkálnak. Na, srácok, 5000-et adta neki. Aha, 5000-et. 5000 dollárt. De itt is van sor, basszus. Mindegy, gyorsan kiugrok. Van nálad adásvételi? Be, az mindig. Kiveszem a pénzt. Minden igaz elég, ja nem. Basszus. Mennyi? 380? Aha. Mennyibe vetted? Timmel. Ja, az a Yuri. Ja, azt adtam Yurinek. Egyedi lámpa, vagy ez nincs rajta? Sötét lámpás, PP-s lámpa van rajta hátul, fekete. Ja. Gyere, nézd meg. De ez ez meg az én kocsim még, ez. Aha, hát akkor meg illik is egymás mellé a kettő. Ja. Meg látod, nem az a csúnya badik itt van rajta, hanem aha. Ez rohadt jól néz ki. Írjad nyugodtan 382 ezerbe. Annyi van most kezembe. Figyelj, 380-ban megalkottunk, nekem így is van rajta egy pici hasznom, úgyhogy... Ja, még hasznod is van belőle? Igen, ha egy kicsi. Ja. Akkor jó. Rocket League-ezni majd? Valamikor majd játszhatunk, aha. És nyol, itt van 8 Venomos, Air Ride, van benne Trafi Radar, minden, amit akarsz. Király. Van benne 1736 kilométer. Időt mondjam, vagy? Nem, mert el van nevezve a kulcs. Tehát tudod, ez a gravírozott, így úgy mondja. Tétosztogatom most, van nekem. Úgy használom fel semmilyen. Na, akkor a harmadik autót eladtuk. Szóval egész jól haladunk. Tényleg még segítettem is ezzel valamennyit? Hát persze, ez nagy segíts. Kerekes vagy? Hátsó. Fordulószöges. Ja. De viszont csak az elején driftel, de hogyha jobban odalépsz neki, akkor nem. Aha, tényleg. De akkor olyan feszesen tartja magát az úton. Mindegy, én valamint profitálni akarok ebben majd. Egyedi lámpa, badik itt 80 ohm. LSD ajtó nincs. Rohadt jól megy. Ja, és még rendszámos is. Igen, egyedül LSD ajtó nem nincs rajta, meg duda. Tehát amit... Kösz, spárba. Írják rádió. Spárba?
Itt kékek rádió. A boltomba jártok? Nem tudom, hogy most csak az, írtam. Az a második volt, a szere, a, tehát ami a izívnél van. A szerelőteret mellett a... Mondd, mi az? A parkolóval szembe. Szerelőteleppel szembe? Aha, tudod, nem ahol a kuka van, a sarki bolt, hanem a mellette lévő. Mert konkrétan annak a boltnak az a neve, hogy Spar Supermarket. Tényleg? Aha, az az enyém. Komolyan? Aha. Egyszer megmutathatta, nem tudom hol van. Hát ott, tehát hogyha kibész a BMS-nek a kapuján, akkor a második bolt jobb kézre. Tehát a bank felé. Ez nem az Unitel? Hát mit tudom. Tehát hogyha belemész a CP-be, akkor azt írja ki, hogy Spar Supermarket. Ja. Tényleg Spar Supermarket. Ja, ez a tiéd. Akkor ide jövök majd vásárolni. Köszi. BMW 750 állható. Egyedi lámpa rendszám, 80 ohm. Ennyi igazából, nem? Ja, meg fordulókör. Hát abban van minden, elrájt fordulókör. Akkor mi az, hogy olyan, mint a Sperdifi, minek mondják azt itt a játékban? Differenciál vagy? Aha. Minden. Abban a elrájt vagy? Elrájt is van benne, differenciál, minden. Minden. Ezt bevetted, vagy te? Hát már úgy, hogy hátsó kerekes legyen, azt én raktam bele. Ja. Oly, de sok itt az admin segéd. Van ára, mennyi admin segéd van fent? Van fent három, abból itt áll egy, egy IDG. Na közben a kisfiam itt kiabál az ajtóba. Felébredt. Mennyi az idő? Ó, egész jól aludt. Egy kis tökös. Gyertek be, köszönjetek a nézőknek, gyere kisfiam! Gyere édesap, köszönjél a nézőknek! Nem? Nem mer bejönni. Hány éves? Másfél éves. Az gratulálok hozzá. Köszönjük. Kis tündérbogár, igaz édesapa. Mondom, kérdezz mennyi? Mondom, ajánlatokat várok. Én pedig árat. Jó. Írjál neki valamennyit. Irányárat. Mert mondjuk nem mindenki van bele tiszta, hogy mi az az irányár. 450-et adok. Azt mondta? Aha. Hát akkor már nyert, jó. Négy ötventől még egy kicsit drágában el lehet adni, nem? Nem hiszem. Hát rendszám, egyedi lámpa, 80 ohm, body kit. Nem tudom, hát próbáld meg, hát... Mindjárt befejezi apa a live-ot, jó? Elköszönünk a nézőktől, nem sokára. Jaj, ne jó, és utána odaadom telefonomat. Eltört a mécses. Thank you.
Na közben én már itt ecsetelem Julinek, hogy IC fáj a fejem, úgyhogy lehet le kéne feküdni egy kicsit aludni. Srácok, ez a live ez most ennyi lesz. Este folytatás következik, megpróbáljuk eladni a többi autót. Remélem akkor is itt lesznek velem a srácok. Aztán köszönöm nagyon szépen mindenkinek, hogy itt voltatok, hogy néztetek. Ne felejtsetek el feliratkozni, hétvégén sorsolás, egy újabb ajándék itt a CMT-en, aztán este jövünk. Legyetek jók, köszönöm szépen, hogy itt volt Benji, ő most per pillanat lelépett. Köszönöm szépen Gömbinek is, hogy itt volt. Én köszönöm. Köszönöm szépen Jurinak is, hogy segítkezett nekem. Na, srácok, akkor ennyi volt.